Amíg a nagypályán egyre nehezebb összehozni, főleg működtetni egy öreg fiú foci bajnokságot, az öregedő egykori játékosok egészségi vagy éppen edzettségi állapota miatt, de említhetnénk hátráltató tényezőként a sérüléstől való félelmet is. Kis pályán annak hüves, illetve műhüves változatában bizony sikertörténet a 60 fölöttiek szervezett bajnoksága Magyarországon is. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával az Országos Veterán Egyesület szervezésében 12 régióban zajlanak az idei bajnokság csoport küzdelmei 48 csapat részvételével. Tolna megye igen aktív résztvevő, amely Szekszárd néven szerepel évek óta, és az idén a Somogyi régióba kaptak besorolást az itteni még aktív veteránok, akik éppen házigazdái voltak a harmadik fordulónak, és jó esélyük volt arra, hogy az idei úgynevezett csonkabajnokságot régiógyőztesként zárják, mert hogy első helyen várták a zárófordulót, amelyben harmadszor is megmérkőzött a Fiát Tamás által szervezett összetartott csapat a Kaposvári Rákócival, a Siófokkal és a Barcsal. De tartsunk gyors népsorolvatást! Kik is alkotják két kivétellel 60 felettiek kispályás Tolna megyei válogatottját, amely ebben a bajnokságban is a megyeszékhelyt képvisel. Jön a Fejfercini, Busz Attila, Bonyád, Genszer Jani, aztán jött a Schassenbacher, az új játékosunk most. Apparant. Apparant, így van, akkor van két Dombovári, a Kispista, meg a Fekete Pisti Dombovári, Paksról van a Burga Pisti, hát az kirobbanthatatlan a csapatból, úgyhogy ezek a Varga Feri Szekszárdó, ha bár most is sérült. Nem könnyű így sem összeszedni a csapatokat, hisz az 50-es években születettek közül egyre többen nézőivé válnak az eseményeknek. Kevés olyan aktív focizó öregfiú van, aki a 70-es éveiben is még pályára lépett rendszeresen ilyen és ehhez hasonlatos tornákon. Az elmúlt fél évszázad egyik, hanem a legjobb Tolna megyei labdarúgója, a Szekszárdról indult, oda pályafutása vége felé visszatérő, a 60-as években már pécsi színekben magyar B-válogatottságig jutott, vagyis a 80. életévével járó Török Bálint már a veterán foci hivatalos magyar nagyköveteként vesz részt a hazai szenior eseményeken. Sajnos elment ez az idő, ami szép volt, jó volt, de hát előbb-utóbb abba kell hagyni ezt a játékot, és hiába szereti az ember, hiába egészséges, de hát a kor az meghaladja ezt a játékot, meg ezt a színvonalat, és a játék közben is meglökik az embert, meg 5 év kor az nagyon sokat számít ebbe a játékba, mert azért 5 éve idősebb az ember, egy fiatalabban játszik, az más, mert én is voltam még 60 éves, akkor még aktív voltam. Szomorú a veterán foci nagykövete amiatt, hogy vészesen fogy a veterán játékosok száma, tart attól, hogy eltűnik ez a korosztály a futball életből hamarosan. Valahogy nem jönnek a játékosok. Én az a véleményem, hogy ezek nem szerettek abba az időben se futballozni, vagyis legalábbis kevés játékos van itt ma is, akik szerettek régen futballozni. Somogy veterán nagykövete lehet a 70 évesen is aktív Horváth László, az NB1-es Siófok és más somogyi csapatok legendás gólszerző klasszikus középcsatára, aki még ma is aktív és visszavonulást nem tervez. Sokat edzősködtem és minden, tehát minden héten 2-3 napot mindig foglalkoztam futballal, úgyhogy, és bármilyen kispályás fociba otthon is mindenben részt veszek, és még most is játszom, úgyhogy jól. Siófoki kispályás futballban 35 év fölöttiek között, úgyhogy nem titok, 70. évemet taposom, úgyhogy hál' Istennek, de teljes korelnöknek számítok most a csapatomban, úgyhogy most már lassan 8-10 éve, mert most azóta űzzük ezt a senior focit. A szekszárdi csapat szervező menedzsere, aki a pályára lépést már nem vállalja, reménykedik. Néhány visszavonuló helyébe érkeznek majd új focisták a csapatba a 60. életévüket betöltő generációból, de még inkább az 5 évvel fiatalabbak közül. Ennek előjele volt a gazdag aktív pályafutást maga mögött tudó Kis János pályára lépése ezen a tornán, és bírják a volt szekszárdi ismert játékos, jelenlegi báltaszéki edző Kalmár Ferenc ígéretét is, akik kedvet csinálatnak a szeniorkort éppen elérő újabb generációknak.